Üdvözlöm a Szerdehelyzet műsor nézőit, és a stúdiókban üdvözlöm állandó vendégünket, Szigeti Attilát. Attila, szervusz! Hello, sziasztok! Bár még szerintem mindkettőnkben benne van a tegnapi 4-1-es vereség, de azért van egy másik meccs, amivel kezdhetjük a mai műsort. Partizán Belgrád elleni mérkőzés. Bevallom őszintén, a Schölkerben néztük, volt egy élő bejelentkezésem, és a Schölkerben néztük, és utána még egyszer meg kellett néznem a meccset. Egy olyan formában, amikor nyugodt az ember, és nem az emóciók befolyásolják a környezet. És hát ugye beszélgettünk arról, hogy egy csapatnak hogy kell kimenni egy ilyen kupameccsre, jelen esetben a DAC-nak hogy kellene, és azoknak a játékosoknak, akik fiatalok, úgymond a Fortuna Liga elit csapatába tartoznak, mert a Dacot ott emlegethetjük már elég régóta, hogy mennyire felkészültem mentálisan, pszichikailag, hogy kell pályára lépni egy ilyen meccsen, és hát nagyon nagy része a játékosainknak nem hozta ezt az elvárást. Én azt gondolom, hogy nem vallottunk szégyent egy 1-0-al, viszont az, hogy a mérkőzés másik részében már volt esélyes volt az a játék, amit tudunk, az első részével kaphatunk volna egy akkora debakelt, hogy abban nem tudtunk volna kilábalni. Tehát még az a szerencsénk, hogy 1-0 lett, én csak ehhez gratulálni tudtam a fióknak, mert ilyen első 20 perc után egy ilyen eredmény, azt hiszem, hogy hízelgő. Igen, természetesen ezt a helyszínen is lehetett érezni, látni, hogy feszült, és valami egészen más frekvencióban van ez a mérkőzés. Talán mindenki, de nem volt a legszerencsésebb az, hogy a mi kezdőcsapatunkban volt 2-3 olyan játékos, aki teljesen elaludta a meccset, illetve vagy annyira félt, de hát ilyen játékosoknál, mint a Kruzsgák, még Divkovics, már nem lehet beszélni arról, hogy meg lehet engedni neki Partizán ellen azt, hogy abszolút alibi focit, és játsznak, és olyan hibákat csinálnak, mint egy kezdőjátékos, vagy mint egy cserdülő csapatban lévő középhátvéd, itt a Kruzsgákra gondolok. Azon kívül, hogy Partizán nyomott minket, nagy mértékben hozzájárultunk mi is, hogy szinte kidöglesztettük a Jedličkát, aki aztán később éve Görcséket is kapott, és nem véletlenül. Van benne igazság. Én azt gondolom, én valami szintén csodálkoztam valahol a felállításon is, vagyis hát azon a részén, ahogy itt a Vera játszott például a jobb felén, és ahogy a Fábri azon a poszton játszott. Szóval én azt gondolom, hogy ez a 5-3-2-es berajzolása, ahogy berajzolta itt a szaksajtó, meg a nem tudom ki, ez valójában nem az a 5-3-2 volt, hanem lényegében megint kötöttük ebbet a karóhoz, az a három belsővédős rendszer, ez ami szerintem nem volt szerencsés. Én bevallom őszintén a középpálya megerősítését tartottam volna szem előtt, amit Vera és Fábri azonnal felén nagyon-nagyon gyatrán oldott meg. És hát ez valahol nem voltunk rákészülve erre a rendszerre. Ez a két játékos azt a jobb felét, ahogy a gólt is kaptuk, nem tudta megoldani. Nem tudta fejben, nem tudta egész játék meccs folyamán nem tudták megoldani, szóval amíg pályán volt a Fábri, szóval ez is furcsa volt számomra, ez a három védős rendszer talán nem szerencsés. Szerintem nem vagyok még felkészülve. Így van, pontosan, és ilyen teljesítmények, amit említettél a Kruzsliák, ez meg aztán tényleg nem. Hát egy háromvédős rendszer, ez a alapillér, a három ember, aki ott a legjobb teljesítmény nyújtja, és akkor ők adják meg a lényegében a védekezésünknek a fazonját, amit nem láttam a meccsen. Hatékonyabb lett volna úgy védekezni, hogy nincs rés a három hátvéd és a többi játékos között, és még a kapus és a hátvédek között van valami összhang, ami abszolút nem volt, mert szerintem a Jedličko úgy védett, mintha egy individuális játékos, aki fütyül arra, hogy mit csinálnak előtte, csinálja maga a dolgát, úgy is nézett ki.
akár azt fogja mondani a Jedlička, hogy nem úgy volt, de ott szinte minden védésénél már indult volna a játékos ára, és nagyon rosszul nézett ki az, hogy mit akar neki mondani. De egyértelműen igaza volt, mert a védekezés katasztrofa van. Hát pontosan ez a mai futball, ez arról szól, amit a olaszok nagyon jól kiviteleztek a Európa-bajnokságon, ugye, hogy 16-oson belül és a 16-os környékéről onnan már nincs esélye a játékosnak kapura lőni. Hát, amit ad Isten, most a Nagy Mihály is kivitelezte ezt a hétvégén, ugye vasárnap ezt a hát nem tudtunk kapura lőni, vagy nem tudom, hát most nem vagyunk olyan képességű csapat, de hát gyatra volt a kapura lövésünk. Hát gyönyörűen lekövették a játékosainkat, amit nekünk is így kellett volna a Belgrád ellen, és az a gól, amit kaptunk, az egyértelmű hiba, de hát most nem is... Kaphattunk volna ott még hármat olyat, ami 100% az Icer volt, és a Jedličkának a bravúrjai kellettek hozzá. Szóval ez a mai futball már erről szól, hogy akkor 16-oson környékéről egy olyan 8-9 játékosos védekezéssel már ne rúgjon ellenfél kapura. Hát sajnos becsúszott a hiba, és berúgták azt a gólt. Mai fociba és a mi csapatunknál, ahol gyakorlatilag csak fiatalok vannak, és a Zsolnán kívül, még talán Trencsén, de nem tudom, Trencsénben is van valami tapasztalt játékos. A többi játékos, vagy a többi csapattal úgy találkozunk, hogy ott az a rutin van. Úgyhogy ha mi nekünk akár egy játékos kiesik ilyen módon, mint a Divkovics, de akár Kruzsliák, nem tudom, hogy mi volt a gond, lehet, hogy önnál is ugyanaz volt, hogy be akármizet, de ha ez egy kapitány így kiesik egy játékból Partizán ellen, hogy nem lehet focizni, és akkor már nem beszélhetünk arról, hogy hú, de jó a statisztikája, mint mit én tudom, hát ott voltam Belgrádban, láttam, hogy mi van. Láttam, hogy beszélhetünk később arról is, hogy mi történt ottan, de elfogadhatatlan ilyen játék, az nem kifogás, hogy mi volt Belgrádban a tribünön, az inkább még jobban kellett volna ahhoz, hogy még jobb teljesítményt nyújtson, nyomja őt előre, nem az, hogy lenyomja. Hát profikról beszélünk, nem kell 100%-os teljesítmény, de a hozzáállás legyen olyan, fölmegy a pályára, és tudatosítsa azt, hogyha kiesik, vagy alibizik, és futkosott a két hátvéd közé, hogy véletlenül se kapjon paszt, akkor így csak kikaphatunk. Hogy én még csak így globál visszatérjük ehhez, ugye már beszélgettünk erről régebben is, hogy én mindig, lehet, hogy ma unalmas, de ha több 9-10 nemzetiség játsza ezt a meccset, ezek a srácok azt fogják belevinni a meccsekbe, hogy hoppá, ne hibázok, és a saját teljesítményemet úgy hozzam, hogy alibi. Bár lehet így is nevezni, alibi. És akkor majd azt fogják mondani, hogy igen, nekem nem volt rossz passzom, én kétszer becsúsztam. Jó, statisztika. Oké, minden, és a csapat elvesztette a meccset. A csapat képes egy fél idő alatt 3 gólt kapni. Ha átérhetünk erre a meccsre, a Nagy Mihály meccsre, én szerintem Nagy Mihály ellen a Somorja nem kap ilyen csúfos vereséget. Mert ott a játékosok tudatosították volna azt, hogy a csapatért kell küzdeni, a más hozzáállása. És hogyha most muszáj elfogadni a kritikát, pontosan így van. Jedličkát nem kellett volna védetni, sőt, olyan játékosokat kellett volna bedobni, aki nem 2 hete van, hanem be kellett volna Mali gyereket dobni például, játszotni őt. És akkor ezeket a játékosokat arra felkészíteni, hogy nem mi 3 védős rendszerem, hanem szépen egy támadás építni, 11-szer passzolunk hátra, és akkor szépen szétállunk, és készülünk a mi stílusunkra, úgymond, hanem hagyjuk át teret adni ennek a Nagy Mihálynak. Hát nem tudtak volna alkotni, hát ez képtelen ez a csapat alkotni, ez csak egyet tud futni, és esetleg olyan gólokat rúgni, mint amilyet rúgott neki. Számomra ez a mérkőzés olyan volt, amit nem lehet szétszedni egymástól, mert abszolút átvittük azokat a rossz tulajdonságainkat a belgrádi meccsből a Nagy Mihályra. Utolsó mondata
mondatok a Belgrád meccsről, hogy mi történt ott, és aztán visszatérünk a Nagymi elleni meccsre. Ad egy, nem tudom kinek a szervezési hatásköre, szerintem a mi srácaink, illetve a tornyai biztos, hogy megtettek mindent, úgyhogy itten appelláltak el, hogy menjen tőlünk a klubtól a foci szövetségre, hogy ilyen ne történjen meg, mert mi az nagyon fasza, hogy a játékosok komplet, nem tudom, 20 vagy mennyi, nem bodyguarddal, hanem staffosokkal volt védve, és azt hiszem kommandó is ott volt, lent az öltözők és a bejárat között ott mozogtak, úgyhogy ne jusson hozzájuk senki, viszont mi újságírók, beleértve adatos újságírókat is, abszolút olyan területen voltunk, ami nem volt elkerítve, úgyhogy gyakorlatilag mindenki oda tud jutni, és senki se állt ottan. Úgyhogy ha valaki eldönti ott aznap, hogy agyonver minket, hülyére ver minket, akkor ez megtörténik. Úgyhogy ebből a szempontból, és ez már másodszor megtörtént, hogy például Athénba elmentünk, és mi dolgozni megyünk oda. Athénba elmentünk, hogy abszolút méltatlan körülmények között kellett ott dolgoznunk, és most már ez már abszolút csávon kívül volt számomra, hogy gyakorlatilag egy játékosunkra lehetett két staffos, meg két ember védte őket, de minket senki. Abszolút senki nem védett. És ha az eset, amit a kamerával már, vagy a telefonnal már nem vettük föl, mert már olyan közel voltak, hogy ott már nem volt jó használni a kamerát. Felmegy egy pár plusz felvétel is ma, de ott simán agyonverhettek volna minket. Na most jó, azt mondják az emberek, hogy ilyen mondat van, hogy ha k***nak mész, akkor ne csodálkozz, hogy meg. De mi újságírók tényleg nem k***nak mentünk oda, és nem is vagyunk k***nak, bár lehet, hogy egy pár újságíró úgy dolgozik, de azt hiszem jobb lenne megvédeni újságírókat is, és ha erre nem képes a foci szövetség, akkor biztos, hogy a mai pillanattal azt fogom kérni, hogy távozzon a Kovacsik, mert ez botrány volt. Hát én azt gondolom, hogy ilyen nemzetközi meccsen ez a UEFA-nak a kompetenciája talán, és hogyha ez nem történt meg, és nem volt kellő szervezés, ez mindenféleképpen a Szlovák Labdarúgó Szövetség felé kellene egy olyan nyilatkozatot tenni, ami aztán a UEFA-nál ilyen dolgokat számon kér, és ha ilyen feltételek mellett beengednek egy csapatot egy tornára, úgymond egy BL meccsre, vagy akármilyen nemzetközi meccsre, ez a UEFA-nak a kompetenciája, és én azt gondolom, hogy a büntetés egy olyan mértékű kellene, hogy legyen, hogy ilyen csapatokat kitiltani, és nem engedni, és bárki mond bármit, nem történik mérkőzés meg úgy, hogy ne legyen balhé a Partizán meccsein. Ez meddig fogják ezt így húzni? Nem tudom, annak idején emlékezzél rá, amikor Tecser asszony egy komplett háborút hirdetett a futball huliganizmus ellen, és hát nagyon-nagyon sikerült, mert az angol meccseket ketrecbe játszották, és hát mai meccsekre már nincs talán korlát se, szóval ezt azért rendbe lehetne tenni szerintem. Abban abszolút igazad van, hogy ez a UEFA hatáskörrel rendezés, viszont folyamatosan abszolút, nem tudom, hogy a foci szövetség, a Kovacsik is fél-e, de ez nem egyedi eset. Hol más csapatok is, ha ilyen országba mennek, akkor ezzel szembesülnek, és nem tesznek semmilyen lépést, nulla lépést csinálnak. Úgyhogy ez itt a gond, hogy tudják, hogy mi történik, és így alsomálkolják lassan, és szerintem amíg nem történik semmi, addig nem is fognak mozdulni. A másik dolog, abban abszolút igazad van, és hozzácsatolnám, hogy ismerve a kultúra, vagyis a szurkolói szubkultúrát, tudom, hogy mi az a ultrasz, de ez az ultrasz, valami köze van, de ez inkább civil és politikai polgárháborúhoz vezet. Hallottuk, hogy mi van ottan, gyakorlatilag a saját táboruk van, illetve a szurkolói
táborokban több három csoport van, akik politikailag háttérrel élnek, egyik ezzel, másik azzal, és ezért vannak ott ilyen dolgok. Ami szerintem ebben országban előbb vagy utóbb megint egy polgárháborúba fog vezetni, és ez történik a pályán is. Úgy veszik föl ezt a dolgot, mint polgárháborút, azt mondom, hogy oké, okay, de csinálják akkor ezt a saját bajnokságokba, és a felelősséget a ottani miniszterelnök még azok vegyék a hátukra. Én tudom, hogy a politika az mindig is ott lesz a sportban, de ez már közel van a polgári háborúhoz, és szerintem nem kell, hogy a többi ország ennek részesen legyen, a többi ország csapata, újságírói vagy a nézők. A Facebookon nagyon jól néz ki, és egy pár azt mondják, hogy jó, ez a igazi, nem a modern foci. A modern focinak van két része. A modern foci, ami a pályán történik, az jó. És az, hogy biztonságos a stadionok, az is jó. És én is visszatérnék ahhoz a romantikus stadion feelinghez, ami volt, de az más, mint ez, amit láttam ottan. Ennek semmi köze a régi focihoz, polgárából. Ez a maximálisan egyetértek, hogy ezek a fajta szurkolói csoportok megfélemlítik a játékosokat, és olyan nyomást gyakorolnak rá, hogy hát, hogy édes barátom, ha nem hagyod a szívedet a pályán, akkor bizony dádá lesz. Hát azt azért durván ennek kijelentem, hogy néhány játékosnak azért itt is kellene egy bizonyos fajta nyomás, nem mondom, hogy ilyen fajta nyomás, de egy olyan, hogy például hogyha olyan szankciókat hoznánk, hogy na most akkor fizetésbeli, vagy akármit, de hát valami nyomást nagyobbat rájuk rakni, hogy ilyen teljesítmények, így most kvázi így kell mondanom, nem nagyon szeretem ezt, hogy szívtelen teljesítményeket nyújtunk mi is. Ottani szurkolók között azért van a két tábor között a vita, mert állítólag a egyik csoport elrabolt két embert a másikból, és halálra kínozták őket ott. Állítólag ez volt az oka, elég feszes hangulatnak, még feszesebbnek, mint szokott lenni a Partizán stadionban. De hát mérkőzés, oké, okay, Belgrád, és akkor jön Nagy Mihály, és még rosszabb. Hát akkor alkalmazunk 8 pszichológust a csapat mellé, és akkor felkészíti ezeket a játékosokat, mert a két edzőnk talán kevés rá mentális ráhatást gyakorolni. De ezt azért nem szabad elfelejteni, hogy mikor Antit odarakta a tulajdonosa, ahol van most, és elmentünk egy Szlovanra, és látunk egy kitűnő futballt. Azért ezeket a dolgokat ne, és azt a kezdetet, ahogy kezdett itt Dunaszerdán, hát úgymond átalakítani ezt a csapatot, és valahol szemléletváltást belevinni ebbe. Azt azért nem szabadna elfelejteni. Természetesen ez a két meccs, ez a futball erről szól. Hát nincs olyan szintű csapatod, aki tud hozni, és nem csak a csapat, az nem 11 emberről szól. Itt azért már nagyon sokat beszélgettünk Tibi arról. A Mancini kijelentette, hogy 28 játékos van. Ezért nyertek EB-t. És lát, amit te is mondtál, hogy fölküldte a kispadról a játékost, és olyat lendített az a 3-4 játékos, hogy megnyerték Európa-bajnokságot. Akár 11-esekkel, akár nem. De ezt kell tudatosítani, hogy már ne kuszokot vegyünk, már ne darabra vegyük ezeket a sehonnan se jött játékosokat. Hát itt, ha csapatot akarunk építeni, hozhatunk ide Németh Antit, Ancelottit, Bernstorkot, Hibalát, itt már mindenki tudja, a legutolsó kocsmában is tudják azt, hogy ez már nem követendő példa, ezt már senki nem csinálja. Még összejött egy pár olyan dolog, ami külön-külön is elég nagy probléma, és ha tényleg kicsúcsosodnak egy időben, egy helyen, akkor nagyon nagy gondot okoznak. Másik dolog, ez meg szerintem ma fárasztom, már egész világ tudja, EB-ket nyernek 36 éves játékossal, és mi megcsinálunk egy ilyen hobodát egészből. Nem lehet, mert pont ezek azok a meccsek, ahol ezen veszítjük el, hogy nincs az a,
az a tapasztalt játékos, és már kezdek belefáradni, mert ezt már 3-4-5 éve beszéljük, és nem lehet játszani egy tapasztalt játékos nélkül. Ha nagy célokat akarunk magunk előtt, nagy célokat akarunk magunknak adni, akkor egyszerűen kell számítani azzal is, hogy és most ne legyék rossz néven, de gyakorlatilag gyerekek. A gyerekek például ilyen Partizán meccsalat nem fognak tudni összehozni azt, hogy mind a 10 játékos a mezőnyben maximumot nyújtson. Nincs ott, aki ezt, és edzőt nem hallják, edző nem elég, és aztán a nagymiáj ellen se elég már. Én csak annyit tennék hozzá ehhez a dologhoz, és beszéltünk aztán még szakmáról akár, hogy biztos vagyok benne, hogy a szurkolói hangulatra és akár a mai műsorunkra is rányomja a bélyegét ez a nagymiáj négyes, mert hogyha egy talán szolidabb eredmény, talán lehet egy nullra kikapni, vagy egy X-el eljövünk nagymiájból, talán kellemesebb a hangulatunk, de viszont a játék képe az néhány játékosnál lehangolódott. Na most én visszatérve még csak arra, hogy mit látok én ezekben a meccsekben, és Beszkorományinak innen üzenem, hogy nem szentírás minden labdát megjátszani. Nagyobb-nagyobb védők, Ramos, Maldini, vagy akár Barézi is. Fölrúgja a lelátóra, kigurítja touchra, és megvan oldva, gyere vissza, édesbarát, hogy segítünk, felállunk, és stb. Nem szentírás, ott mindenféleképpen a három belső védőnknek 40 passzot keresztbe a pályán, vissza a kapusnak, szóval ott ezeket a dolgokat minden meccsre ezzel a hozzáállással ki. Természetesen van a edzőknek a keze is benne, hogy ezzel bízzák meg őket. Nem tudják felvállalni azokat a dolgokat, hogy most, és most én egyszerű parasztosan fog, nem szégyen néha előre futballt játszon. Nem szégyen, akár Nagy Mihály ellen is, mikor tudjuk, hogy milyen a csapat, és nincs az a vezéregyéniség, aki összefogja azt, hogy hát mit csináltak a pályán, már 41-szer adod oda, vagy 10-szer adod oda nekem a labdát, és nem mersz bevállalni olyat, hogy egybe, és akkor nem rúgunk 16-osra. Itt én leírtam azt, hogy nagyon sok oldalt lehetne szétszedni ezeket a dolgokat. Ez nem most keletű, nem jelen meccsekről beszélünk, és nagyon tudnánk itt kétszer dehezetet leforgatni arról, erről beszélget. De ezt például Antéknak kellene a játékosokkal megtanítani, hogy például megyünk egy Belgrád után Nagy Mihályba, és próbálunk két olyan játékost, akit még azt se tudom, honnan jöttek, mert meg se néztem, bevallom őszintén, és bevágjuk a kezdőbe, és aztán nem hozott semmi plusz se, semmi mínusz se, csinálta Beszko egy hibát, ugye mindenki nyakába varja ezt a vereséget, hogy ilyen játékkal nem lehet ott, hát igen, nem lehet. Inkább azt mondanám, hogy ő ebben hármos, szóval ő megint ugyanaz a szitu, hogy oda tesszük, ahol nem játszhat, és három hátvédes helyzet Beszkóval nem jó. Ez az. És akkor miért nem engedünk át egy teret ennek a Nagy Mihálynak, próbálunk 4-4-2-t játszani, és én most nem, persze, hogy minden edzőnek megvan a saját filozófiája, és akkor kimegyünk Nagy Mihály, és próbáljuk ezt, majd rúgunk egy gólt, és akkor jön a Nagy Mihály, mert ki kell nyitni, és akkor próbálunk. De könyörgöm, ha nincs rá káderünk, nincs rá keretünk, elhittük azt, hogy Tajevo kellőképpen fogja tudni ezt a Ramírezt majd pótolni, vagy idehoztuk. Nem is játszott, jó föllángolás még volt. 6 gólt rúgott Nagy Mihály színekbe. Istenem, hát nem szólok letérdelni előtte. Hát gyerekek, ez a Nagy Petike is rúgott volna, lehet 6 gólt Nagy Mihály színekbe, és akkor most visszahozzuk, és minden, azt fogjuk, a szurkolók is azt mondják, hogy a Tajvó jó játékos, hát de mit csinált a két meccsen? Könyörgöm, Tibi, mit csinált a két meccsen? Mert nem tudok értékelhető momentumát annak a gyereknek. Az, hogy belement egy fejpárbajba ott, és sikerült egy gólt rúgni, nem tudok értékelhető megmozdulását a csávonon mutatni. Ez jó példa volt, hogy felhoztad a Tajvó nevét és a Nikolajeszkónak a nevét, mert tegnapi meccs megerősítette azt, hogy itt még valami dolog egy nagyon nagy gondot okoz. A játékosok individuális szüksége, hogy eljusson egy klubba, vagy el tudja magát adni, és fütyülnek a
csapatszellemre fügyülnek a csapatra. Ez a két játékos, főleg tegnap, Tajba még a Nikolaescu, ez úgy nézett ki, mint egy két játékos, akinek különböző meze van. Befejeződtek már átigazolási? Még nem. Na, azt nagyon lehetett látni. Visszatérve Antihoz, szerintem az a út, hogy három hátvédre játszani, illetve azt a rendszert választani, ami menő, nem rossz dolog, de neki is tudatosítani kell szerintem, hogy ahogy te mondtad, hogy van rá keret, és most ez a megfelelő idő, hogy most építsük a csapatot, vagy jól indítsuk el a szezont, és tovább jussunk a Partizán ellen, aki ellen tovább lehet jutni. Ha már egyszer a Jedlička csak egy gólt engedett be, és sanszunk van tovább jutni. Még a másik dolog, egy kicsit biztonságosabb fociból induljunk ki, mert ha párosol ez azokkal a problémákkal, amiről beszélünk, akkor itt van a Covid utáni hosszú ide után első mérkőzés, ahova jöhet 6000 ember. Nem vagyok benne biztos, hogy fog jönni a Covid miatt is, mert hát emberek elszoktak a focitól, de hát, hogy ez a két mérkőzés nem volt abszolút jó reklám arra, hogy előjönnek, az is tuti. Ez a háromvédős rendszer, Kruzsliako, Beszkova és akárkivel, nem tudom, hogy mennyire lesz majd a, hogyha mi nekünk kell alkotni ott, ugye, és mennyire fogunk tudni kreatívan, ki fog gólt rúgni, mennyire fogunk tudni kapura lőni, mert eddig még nem nagyon mutattuk meg azt, hogy egy 20 méteren belül, vagy 22-25-ről még kapura tudunk rúgni, mert mindig tovább passzolunk egyet. Szóval és aztán az a 8 védős, akár 9 védős rendszer, amivel fognak védekezni, meg tud bennünket majd kontrázni, és hogyha fogunk egy gólt kapni, megint csak nekünk kell alkotni, és akkor már nagyon nehéz lesz. Nem könnyű mérkőzés ez a csütörtök. Hát itt 1-0-ban minden benne van, lehet, hogy sikerül gólt rúgni, és akkor majd a Partizán, ha bár nem, most már a idegenbe rúgott gólok talán nem nyomnak labba semmit, de én erre számítok. Nem, nincs, ezért értnek a Balkánon érnek a foció, még hogyha olyan úgy is viselkednek, ahogy biztos vagyok benne, nem fognak nekünk ugolni. Klubunknál nem biztos, hogy a edzőváltás mindig a megfelelő lépés arra, hogy valami előre lépés legyen. Egy edzőnek, ha oda tetszük, bizalmat kell szavazni. Én mindig is játékospárti voltam, edzőpárti voltam, mert nagyon nehéz a edző, mindig őt veszik elő, és akár mi is, akár a szurkolók is. De egy edzőnek a sportmenedzsertől, a tulajdonostól kezdve segíteni kell. És hogy segítünk? Hozok három játékosnak itt olyat, aki megfelelő. És ha be kell fektetni, akkor be kell fektetni. Megvárjuk a csütörtöki meccset, aztán vagy logóra elbúcsúzunk Európától, vagy egy büszkén azt fogjuk mondani, hogy így is tudunk futballozni, még hogyha ki is estünk, és ha készülünk el a továbbiakra. Hát ez ilyen a futball, ez én talán nagyon megértem a szurkolókat, mert az idő is fogy, mindig be vagyunk csukva, nem mehetünk a stadionba, amikor mehetünk, nézzük a előfizetés bolyón, ugye ott is kiszúrtak a nézőkkel, és akkor most beengednek bennünket, most tesztelni kell. Azért már nagyon elege van a népnek ebből a dolgokból, és aztán meg jön egy olyan teljesítmény, amikor a játékosnak is elege van néhány dologból. Én megértem őket is, de hogy akarat kérdése, nálam legyen, én nagyon durván tudnak viselkedni, és hát néhány játékos azért megsínleni ezt a Nagy Mihály meccset, biztos vagyok benne. Ha Belgrád itt nem ismer, ez talán egy elfogadható eredmény, de a Nagy Mihály 4-1, azt nem tudom megnyerni senkinek. Ismersz, tudod, hogy nem vagyok olyan, aki betoljna valamilyen nehéz helyzetnél, és bár nem volt mindegy az a szitu ott, amikor ott tényleg a asztalon keresztül mellettünk futottak be a szurkolók, és gyakorlatilag 2 méterre így volt a asztal, és itt lent már verekedtek. Egyik szektor verekedtek, úgyhogy benne volt a pakliba, hogy itt bármi történhet, de nem éreztem olyat, hogy most nekem meg kell dobni a törülközőt ez miatt, viszont amit láttam a pályán, pont ez miatt is nem nagyon jól
jött le nekem, illetve nem jött le úgy, hogy ennek tapsolnák az, hogy a pályám itt művel Divkovics vagy a Kruzsliak. Mert ez még két-három játékos sorolhatok, és abszolút nem volt ő, és én szerintem edzőstáb se lehet elégedett azzal, hogy milyen módon van átvéve az, ami van mondva a kabinban meccs előtt, kezdve a taktikától egészen az a harciasság, hogy mennyi sikerült a pályára vinni, nagyon keveset minden két meccset. Sajnos így van. Csütörtökön itt fogom kiabálni annak ellenére, hogy... Hát én mindig mellette vagyok a csapatnak, és én kitartok mellettük. Mondom, én úgy nézem, hogy én átéltem ilyen dolgokat kicsibe. És hát azért a 4-1 részvétem a csapatnak is, meg a Antiéknak is, de hát ki kell dobni a csapatot a letargiában, most majd kiabáljuk, hogy hajrá, Dac. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.